Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletet hirdett a Magyar Köztársaság nevében. Mától csak is génmódosított rizst veszek. Látott ön már GMO reklámot? Ugye nem? Milyen szemérmesen hallgat róla az élelmiszeripar? De most született egy bírósági ítélet, ami talán nagyobb nyíltságra fogja késztetni a cégeket. A Greenpeace aktivistái 5 évvel ezelőtt hívták fel a közfigyelmet olyan konzervekre, amelyek genetikailag módosított szóját tartalmaztak. A szegedi paprika rágalmazásért a Greenpeace aktivistákat feljelentette. Szomorúan hallom, hogy a szegedi paprika nem ért a GMO-hoz, én azt gondolom, hogy ebbe bele kéne jönni. Az aktivistáknak, köztük Kozma Németh Lucának mostanáig kellett bíróságra járniuk emiatt. Nem bántam meg. Ilyen nem volt az előtt veled, hogy bíróság előtt el, igaz? Nem volt, illetve úgy voltam csak bíróságon, hogy én voltam a megfigyelő. Környezetvédelmi ügyet tárgyaltak az a szakmám miatt, hogy környezetmérnökként végeztem. 2006. március 21-én a Greenpeace aktivisták a Tesco-nak a Fogarasi úti üzletében felcímkéztek néhány terméket. Azt írták rá, hogy génmódosított termék. Azt hiszem pont éppen olyan pillanatban sikerült odaérnünk, mikor valaki beszélgetett a biztonsági őrrel, és így viszonylag könnyen be tudtak jutni a tévéstábok is. Volt bennem izgalom, de nem voltam ideges. Azt gondolom, hogy az ember akkor ideges, hogyha egyrészt, ha nem tudja, hogy mi vár rá, másrészt, hogyha nem biztos, hogy a helyén van. A Greenpeace az akció előtt egy laboratóriumban készítetett vizsgálatot a konzervekről. Ez az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézetben készült, és nagy mennyiségben tartalmaztak génmódosított szóját ezek a termékek jelölés nélkül. Vagyis ez nem volt ráírva a konzervekre, pedig az EU előírásai szerint ezt fel kell tüntetni. Bíróság előtt állsz, ez neked milyen érzés? Először megijedtem attól a ténytől, hogy én most vádlott lettem. Nem is értettem pontosan, hogy miért vagyok vádlott. Az egyik gyártó, a Szegedi Paprika ZRT igazgatója beperelte az aktivistákat. Bartos András vezérigazgató által indított magánindítványban a nagy nyilvánosság előtt elkövetett jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás vétségének elkövetésével gyanúsít 8 Greenpeace aktivistát. Azon az alapon, hogy nem a bevizsgált és lebukott konzerveket címkézték fel, hanem ugyanolyan csomagolású, de más évjáratúakat, amelyekben nem volt GMO. De a cég a tárgyaláson nem tudta cáfolni, hogy volt GMO-s konzervük is. A cég érdeke mindennél fontosabb, és ebből gondolom, hogy a vezérigazgatóval egyre is tudunk érteni, csak azt gondolom, hogy ennél van egy fontosabb érdek, a fogyasztóknak az egészsége. Akkor is fontos, hogyha ezek a fogyasztók szegények, és csak ezt a rossz minőségű, szegények eredetének nevezett terméket tudják megvásárolni. Én azt gondolom, hogy attól valaki szegény, nem kell korábban meghalnia. A szegedi paprika igazgatója és az ügyvédje nem engedték meg, hogy kamerával felvegyük, amit a bíróságon mondanak. A bíróság Kozma Németh Luca elsőrendű, Deák Tamás harmadrendű, Török Lajos hatodrendű és Nemes Noémi nyolcadrendű vádlottakat az ellenük a BTK 179. paragrafus első bekezdésébe ütköző és a második bekezdés B és C pontja szerint minősülő rágalmazás vétsége miatt, mint társtettesek ellen emelt vádalól felmenti. Vagyis nem rágalmaztak, hanem felhívták a figyelmet valamire. A per idején a szójatartalmú élelmiszerek egyharmadában talált GMO-t az Élelmezéstudományi Intézet, amit a cégek nem jelöltek a termékeken. Ráadásul a húson nem is kell jelölni, hogy GMO-t evett az állat. Ez a módszer, amivel a génmódosított termékeket, összetevőket próbálják úgymond elterjeszteni Európában is, nem csak Európában, hogy a világon, ez nagyon egy üzleti érdeke. Tehát nem, én azt gondolom, hogy nem az embereknek a javát akarják ezzel, vagy a jólétét növelni, hanem bizonyos érdekeltségek próbálnak ezzel betörni újabb piacokra. Tavaly 1 millióan írták alá azt a petíciót, amely európai moratóriumot követel a GMO-ra. A neveket tartalmazó posztert a Greenpeace kiterítette a parlament elé.
De miért van ennyi feszültség a GMO körül? Például az EU engedélyezett egy génmódosított kukoricát, amelyet több ország, így Magyarország is betiltott. A növény saját maga mérget termel és kiengedi a környezetébe. A génmódosított növénynek a minden egyes sejtje rovarok ellen, kártevők ellen méreganyagot termel. Ezáltal nagyon nagy mennyiségbe kerül ki végül is ez a méreganyag a természetbe. Úgyhogy a kártevők egy pár év után hát ez hozzá tudnak szokni, és kialakul egy fajta ellenálló képességük. És innentől kezdve a gazdák rá vannak kényszerülve, hogy az adott cégnek ugyanaz a cég, aki eladta nekik a vetőmagot, az újabb fejlesztésű vegyszereit vegyék meg. Az Európai Bizottság egyelőre vitatja a GMO petíció érvényességét. Ezért demonstrált a Greenpeace szürke marhákkal a Kossuth téren. Azt akarják, hogy ne lehessen például méregtermelő növényeket kitalálni és forgalmazni Európában. Mert lehet, hogy az valakinek több pénzt hoz, de másnak meg több kockázatot. Még a bogaraknak se jó az.